Bundás, a jársági kutyus egy teljesen megtelt, nyitott szennyvízaknába esett, és saját erőből nem tudott kijönni. Szennyvízaknába esett egy kutya jászladányon. Az állat saját erejéből nem tudott kimászni, mondta televíziónknak a jászkíséri tűzoltóság parancsnoka. A jászkíséri önkormányzati tűzoltóság ügyeletére jelzés érkezett, miszerint jászladány településen egy szénültig telt szennyvízderítő aknába egy kutya beleesett. Tűzoltóegységünk megkezdte a helyszínen a vonulást, kiérkezéskor azt tapasztaltuk, hogy a kutyát sem látjuk. Füleltünk, csalogattuk, szólítgattuk, és akkor vettük észre, hogy a szennyvíz derítő szűk fedél nélküli nyílásán a kutya valóban benne van az aknában, beleesett a szennyvízbe, és az aknának az egyik szegeletében meghúzódott. A tűzoltók kézi szerszámok segítségével emelték ki a teljesen kifáradt négy lábút. Tűzoltó kollégáimmal kézi szerszámok, bontószerszámok segítségével megkezdtük a szennyvízakna oldalának, oldalfalának kibontását, és így hozzá tudtunk férni a még életben lévő, de nagyon kimerült kutyushoz, és segítséget tudtunk nyújtani. A kimentése sikeres volt, életben maradt, nagyon le volt gyengülve, azonnal értesítettük a helyi gyepmestert, illetve az elérhető állatorvost az állat minél előbbi segítséghez jutása érdekében. A szomszédok megmutatták, hol esett bele a kutyus az aknába. Nagy nyűszörgés, vagy baba hang, vagy milyen, aztán ki szólok a Móninak, hogy érzek ilyen sikítozást, ilyen szenvedést. Ezt beszóltam neki, ő kijött, nem látott semmit, akkor elmentünk mi még a boltba az urammal. Jövök vissza, mondom az uramnak, jön ide vissza, mert én értem, hogy a kutya még éhet itt errefele. Aztán ő meg látta, hogy kaparászik minden, aztán én úgy szóltam a Móninak, hogy hívják a tűzoltót. Bundást megvizsgálta az állatorvos, és időközben a gazdáját is sikerült megtalálni.